Itt a Mokkában beszél először tévében az ismert magyar színésznő leszbikus szeretője, akinek az egész ország találgatja a kilétét. Krencsei Hella most itt ül a stúdióban, mert úgy döntött, hogy beszél a 8 évig tartó botrányoktól és erőszaktól sem mentes kapcsolatáról. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, szervusz! Köszönjük szépen, hogy befáradtál. A könyv megjelent, ugye, amit az a bizonyos színésznő be akart zúzatni. A kérdés az, hogy miért jöttél ki vele, és miért éppen most? A könyv az már a nyomdában volt tavasszal, tehát teljesen független volt azoktól a botrányoktól, amik a színházi világot megrázták az ősszel. A könyv az a saját nézőpontom a színházi világból. Én ebben 8 évig éltem, a fény mellett, szinte az árnyékban, és szerettem volna... Mint jegyszedő dolgoztál ott? Mint jegyszedő, de úgy csak 2 évig. Utána én 6 évig, mint párja voltam a színésznőnek. Ezt rögtön szeretném is tisztázni, hogy nem szeretőként funkcionáltam, hanem én egy élettársi viszonyban éltem a színésznővel. Bocsáss meg, de neki volt férje, gyereke? De ő már elvált addigra. Tehát addigra elvált, tehát gyakorlatilag ti együtt éltetek egy lakásban. Egyetlen egy év volt az, amíg ő a férjével úgymond együtt volt, de hát külön voltak. Amíg tehát egy lakásban, egy háztartásban éltetek. Abszolút. 6 évig. Hol az ő lakásában, hol az enyémben, de természetesen mint egy normális pár. Uh-huh. Nem 6-8. Miért döntöttél úgy, hogy neked erről kell beszélned, erről a kapcsolatban, amit te fogalmazol? Azért, mert a színésznő lépett egy olyan lépést, amit úgy érzem, hogy nem tudtam megbocsájtani neki, és sokan mondták, hogy ez egy bosszú regény. Nem, ez nem arról szól, hogy a színésznőt én bármilyen módon bántani szeretném, vagy bárkit a színházi világban bántani szeretnék. Egész egyszerűen szeretném, hogyha a közönség, a nézők egy kicsit jobban belelátnának abba, hogy milyen színházi karakterek, jellemek. Jó, csak azért ezt most így finomított, szépített, de azért ez egy hétköznapi ember megközelítésében igenis bosszú. Tehát, hogyha ő felismerhető lesz, már pedig azt gondolom, hogy ez csak percek kérdése, hogy beazonosítsák, az ő karrierjének, életének úgy félig meddig vége. Tehát miért döntöttél úgy, a kérdés továbbra is áll, miért döntöttél úgy, hogy ezt a könyvet kiadod, és leírod a kapcsolatotokat? Én nem írtam nevet. Az, hogy ki mit gondol... Hát ezt tudod, teljesen. Azért ismered, hogy ez hogy működik, tehát... Én ezt tökéletesen tudom, de ezt az olvasókra bízom, sőt, sokan ugye fikciónak is tekintik a könyvet. Tehát az, hogy én most itt megjelentem, az ismételten azért van, mert az utóbbi napokban olyan pletykák, meg kombinációk merültek fel a közvéleményben, amiket úgy érzem, hogy most már szeretnék tisztázni. Azt mondtad, volt egy olyan lépés, ami miatt úgy döntöttél, amit ez a bizonyos színésznő elkövetett, vagy megtett. Mi volt ez a lépés? Ez a lépés az, hogy én perelve vagyok, viszont nem a könyv miatt. Tehát a könyv teljesen független attól, hogy én egy büntető eljárásban eddig gyanúsított voltam, most már vádlott vagyok. Mégpedig egy olyan büntető eljárásban, hogy a színésznő szerint én kapcsolati erőszakban tartottam őt 6 éven keresztül. Ezzel szemben te azt nyilatkoztat, hogy ez pontosan fordítva volt. Így van. És ezért hoztam nyilvánosságra fényképeket is. Ez az ügyrendőrségem volt, majd most már a bíróságra került, de úgy érzem, hogy az ő neve, az ő ismertsége sokkal nagyobb lehetőség az ő győzelmére idézőjelben, mint az, hogy én egymagam vagyok, kis hal vagyok, és az árnyékban vagyok. De azzal vádol, hogy te őt bántalmaztad, így vagy van. Megverted? Amire bizonyítékai nincsenek. De ezzel miért jött ki? Tehát ezzel hogy eljutott odáig, hogy ő pereskedett? Ez volt hogy... az ő bosszúja. Uh-huh. És de várjál, ti szakítottatok tulajdonképpen? Pontosan. Ki szakított kivel? Igazából ez közös megegyezés volt, ő döntött úgy, hogy ő elmegy, én azt mondtam, hogy rendben van. Őt megzsarolta egyébként a 18 éves gyermeke, azt mondta, hogy ha velem nem fejezi be a kapcsolatát, akkor vele többet nem találkozik. És tartott attól, hogy ennek valami következménye lesz általad, ezért ő inkább elindított egy pert és megvádolt téged egy olyasmivel, ami nem igaz? Ne szaladjunk ennyire előre, tehát a gyermek megzsarolta, ezért ő úgy döntött, hogy legyen ennek a történetnek vége. Majd 10 nap múlva úgy döntött, hogy akkor ennek papírt is adjunk, mert valamilyen neki mániája, hogy hatóságokhoz kell rohanni, ha magánéleti probléma van, ez egy színpadból eredő dolog én szerintem, és ezért ő 10 nap múlva engem feljelentett a tudtam nélkül, és fél évvel később tudtam meg azt, hogy ő feljelentett. Ami egy nagyon aljas lépés volt, mert hogyha én ezt időben megtudom, vagy egyáltalán értesülök arról, hogy én egy ilyen helyzetbe kerülök, akkor én sokkal hamarabb, sokkal komolyabb lépéseket tudtam volna tenni. Mert a bántalmazott fél én voltam ez esetben. Mit tett veled ez a színésznő? Milyen bántalmazás? Van egy blogom, aki olvassa, azt tudja, a könyvben is van erről említés, csak ott finomabban, mert ott próbáltam nem erre koncentrálni a könyvet.
Nagyon-nagyon sok zúzódásom, ütésem, verésem volt. Volt, hogy több hétig nem mentem ki a lakásból. De mit csináltad, ti verekedtetek, vagy mi? Nem mondanám így, hogy verekedtünk, neki voltak fájdalmai, például amikor a gyermeke lemondta a találkozóikat, vagy a volt férje zsarolta, vagy a színházban esetleg kudarc érte. És én voltam vele 0-24 órában, és ezeket a fájdalmakat, kudarcokat rajtam töltötte ki. Én meg védekeztem. Nem mondanám ezt verekedésnek, mert abban a világban, amiben mi éltünk, a színházi világban, abban ez... Itt a ti adodat látjuk, ugye? Igen, de ez még egy nagyon gyenge verziója annak, ami bizonyítékok például bíróságra be vannak adva. Én azért ezt továbbra is úgy érzem, hogy ez most akárhogy fogalmazunk, de ez valamiféle bosszú vagy ahhoz nagyon hasonló dolog. Tehát, hogy ő beperelt téged, te pedig válaszreakcióként azt gondolod, hogy ezzel vágsz vissza. Most mindegy, hogy nevezzük, lehet ezt finomítani, de ez mégiscsak arról szól. Ha őt beazonosítják, akkor ugye tudod, hogy az ő életének vége. Ezt nyilván végig gondoltad. Szeretném függetleníteni, hogy én őt, mint művésznőt nagyon tisztelem, egy rendkívül kiemelt tehetségi művésznő, viszont szeretném, hogy... A Víg Színházról beszélünk, ugye? Nem mondhatom meg sajnos, hogy melyik színház, mert erre nem vagyok felhatalmazva, viszont emberileg szeretném, hogy ez nyilvános legyen, hogy nem vagyok egy bosszúálló kislány, akit mondanak, hogy jaj, elhagyta a nagy művésznő őt, mert egyrészt nem hagyott el, mert mi közösen döntöttünk úgy, hogy ennek legyen vége. Sőt, volt egy ügyvédváltás még rögtön utána, egy ügyvédlevélváltás, amiben én kérelmeztem azt, hogy mi soha többet ne is kommunikáljunk egymással. Találkoztatok azóta? Többször. Háromszor körülbelül. Én próbáltam vele emberi módon kommunikálni, én még azt is felajánlottam, hogy ez a könyv nem lesz publikálva. Ezt márciusban felajánlottam neki. Kinevetett, és azt mondta, hogy úgysem merek semmit tenni ellene. Mi volt az utolsó találkozásotok? Mi történt? Ez? Ez. Ez. Mit vársz ettől az egésztől? Én szeretném, hogyha a bíróság minden körülményt figyelembe véve döntene, és jogos döntés születne. Ugyanakkor felnőtt módjára szeretnék gondolkodni, és hogyha a javamra döntenek, nem hiszem, hogy tovább mennék. Ugye akkor mehetnék hamis váddal, hamis tanúzással, bármivel ellene. Én szeretném élni az életemet. Fiatal vagyok, most kezdem el azt, amit 8 évig nem tudtam csinálni. A könyv elolvasását követően volt, aki már biztosan kimondta az ő nevét? Tehát ráismert? Persze, nagyon sok. Tehát akkor ráismerhető, felismerhető a könyv alapján? Nem feltétlenül a könyv alapján. Szűk ez a kör ahhoz, hogy ne kerüljenek ki nevek. De mégiscsak beazonosítható. Beazonosítható, ezt nem köszönjük. Köszönjük szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.